Székesfehérváron a szeptember a gasztronómia hónapja. Ebbe a sorba illeszkedik a Mangalica Fesztivál, amelynek először ad otthont a város. A szervezők a fehérvári szervezetek bevonásával megvalósuló civil nappal karöltve rendezik meg a fesztivált. Örülünk annak, hogy a rendezvény szervezői Fehérvárra hozták idén a Mangalica Fesztivált. Ez egy olyan termék, ami bizonyára érdekli majd a fehérváriakat. Nagyon szeretném, hogyha sokan kilátogatnának ezen a három napon a piasztérre. Idén először ad otthont a város ennek a rendezvénysorozatnak. A programok keretében őstermelők, termékforgalmazók mutatkoznak be. Táplálkozunk abból, hogy 200 éve van egy fenntartott, megmenekült, majdnem kihalt, de végül is megmentett állatfajtánk, ami az eredeti magyar ízvilágot, az eredeti sertés ízt tudja produkálni. A városunkban működő civil szervezeteknek minden évben hagyományosan civil napot szervez a város önkormányzata. Az idei évben erre szeptember 29-én kerül sor a Mátyás király körúton. Idén is összepárosítva lett a rendezvény egy másik rendezvényel, azt gondolom a gazdaságossági alapon mindenképp célszerű, hiszen két teljesen elkülönő rendezvényről van szó, de mégis egymás mellett jól meg fog férni a két rendezvény, és a színpadot is közösen tudják használni. 2012-ben nem csak az időpontok találkoznak, hanem a szervezetek között is együttműködés alakult ki. Így a székesfehérvári Mangalica Fesztivál és a Civil Nap egymást kiegészítve kínálja programjait szeptember utolsó hétvégéjén.